Ezekben a vírusos időkben, amikor mi fotósok is jól el vagyunk egymástól zárva, és természetesen szeretjük azért a fotózást, különösen mostanában kezdtem újra filmre fotózni. Szóval ebben az időszakban hajlamos az ember arra, hogy videót készítsen a szaktársainak, olyan társaknak, akik szintén szeretik a filmre való fotografálást. Ez a halom doboz és eszköz, ez az elmúlt talán egy hónap vásárlásainak az eredménye. Igazából egy téma körül összpontosul, a diafilm. A diafilmnek a feldolgozása, nézegetése, és abba mutatnék meg pár dolgot, amit beszereztem. A legelső időrendben, amit találtam a Facebook Marketplace-én, ez a Hamafix RC44-es eszköz, amit 3000 forintért vettem egy 17. kerületi fickótól. Most nem szedem ki és nem mutatom meg a lényegét, erről majd egy külön videót készítek. Már kipróbáltam, használtam, és egy fantasztikus szerkezet, amivel nagyon könnyedén lehet egy mondjuk 36-os vagy 24-es diafilm tekercset felszabdalni. Még itt a képen is látható. Úgyhogy most egyelőre ezt csak megmutatom, és a következő alkalommal, akkor legközelebb lesz egy diafilm a kezembe, megmutatom, hogy működik. Hát ezt kellett egy kicsit reparálnom, meg elemeket venni hozzá, de egyébként meglepően jól működik. Ennek van olyan verziója is, amihez tartozik egy ilyen nagyító, lupe, de ez az a kiszereléshoz, amihez nem. A német eBay-en találtam rengeteg ilyet, jobb állapotút is, ilyen olcsót nem. Ugye a szállítási költséggel együtt az természetesen onnan azért drágább, de azokon, nagyon sokon ott volt ilyen lupe. Szóval ez a Hamafix Schneider und Einfass Gerät RC44. Az időrendben a következő, ez a Pictoscanner volt, amivel mobil telefonnal lehet a diafilmeket, meg a negatív filmet is beszkennelni. Jön hozzá egy ilyen kis brosúra, hogy hogyan kell használni, két elemmel működik, stb. Stb. És ugye ennek van egy kapcsolója, nagyon jó minőség, ilyen kartonlapból készült, természetesen nem jön hozzá elem, azt én már tettem bele, és ezt az ember így kihajtja. YouTube-on van is egy videó, nem is egy, pár ilyen videó, hogy hogyan kell ezt használni, és igazából ennek az egésznek az a lényege, hogy egy olyan kényelmes eszközt ad, amivel, egy pillanat, amivel könnyedén, és akkor ide tesszük a mobiltelefonunkat, van hozzá egy program, ez a Pictoscan nevű program, amivel le lehet fényképezni, de egyébként a mobiltelefonunknak a sima fényképező funkciójával is természetesen lehet lefotózni a diákat, tehát ráteszem. Most ezt is majd egy külön alkalommal, szóval így működik. Majd ezt még is szintén egy külön alkalom megmutatom. Ez tud diát is, vagyis hát diát, azt ide helyezzük be, és a filmet is be tudjuk ide fűzni, és hihetetlen gyorsan és könnyen be tudjuk fényképezni, csak húzzuk fénykép, húz fénykép, hát olyan képet készít, amilyet a mobiltelefonunktól el lehet várni, amik azért nem rosszak.
Szóval ez a piktoszkenner, ez még egy nagyon jópofa másodlagos tulajdonsága van, hogy akkor, amikor negatívot nézegetünk, és befűzzük a filmet, mondom, majd ezt egy külön videóban megmutatom, akkor a negatívot, van ez a piktoszkenner, ez rögtön átfordítja pozitívvá, és ezen a nagy képernyőn, mint egy monitoron is meg lehet nézni. Hát ez nekem egy iPhone 7-es, ez nem egy nagy képernyő, de akinek nagyobb mobiltelefonja van, egész nagyba így végig lehet tolni a diafilmet, és meg lehet nézni. Az én unokáim, 5 és 3 éves kislányok, hú, azok rettenetesen szerették úgy végighúzni és végignézni a filmet, akár a diát, vagy akár a színes negatív filmet is. És akkor így ez is egyfajta diafilm nézőnek, és föl lehet fogni, szkennelni is lehet, és nézegetni is, hát ilyen digitálisan. Tehát ez volt, ezt az Amazonon vettem 40 euróért, Magyarországon kerestem, sok boltot bejártam, még a milyen kaféba is voltam, kávét is ittam, de sajnos nem volt náluk ilyen piktoszkenner. Én nagyon megszerettem, tehát aki tényleg szereti a filmfotografálást, hát mondjuk nem olcsó, de hát mondjuk meg őszintén, aki diafilmre fotóz, vagy akár filmre, az mi olcsó ebben, amikor némely tekercsfilm 4-5 ezer forint. A következő a sorba ez volt, ez a Kodak 35 mm-es slide viewer. Igazából ez volt a nagy áttörés, vagyis a legérdekesebb, legnagyobb élmény. Ezt is az Amazonon vettem, ennek az ára, ennek 40, igen, ez is 40 euró volt. Igen, tehát az a piktoszkenner, kis doboz, ez is 40 volt, meg ez is 40 euró volt. Nem egyszerre vettem, külön-külön, ezt kicsit később gondolkoztam rajta, hogy kell-e nekem ilyen. Így úgy döntöttem, hogy ehhez hasonlót egyszer azon a analóg fotósok fórumán, a Facebook csoportban kérdeztem, hogy valakinek van erre a tapasztalat, az ég adta világon senkinek nem volt, és akkor így úgy döntöttem, hogy akkor némi hezitálás után, belevágok. Ennek elég nagy a képernyője, most ezt sem mutatom meg, hogy pontosan hogy működik, csak bemutatom, hogy milyen eszköz és mik a tapasztalataim. Ehhez van egy ilyen USB-s kábel, és akkor ez működik elemről is, azt hiszem 4 elemet lehet beletenni, de én nem használok ehhez elemet, mert egyrészt, hát ugye bármilyen USB-s áramforrás jó hozzá, és az ember ide bedugja, és akkor elég szép fénye van, mondom, majd külön készítek róla, de ez diákat, itt föntről bedobjuk a diát, és akkor ezzel a gombbal ki lehet ugratni, ezzel pedig be lehet kapcsolni. Elvileg ez is tud olyat, hogy át lehet rajt húzni a filmet, ugye azért van itt oldalt kivágva, hogy a filmet is, ha az ember átfűzi, akkor ezen is végig lehet húzni, és akkor hát úgy fókuszálunk rá, hogy megfelelő távolságban tartjuk magunkat. Na most ennek, ehhez is jött egy ilyen kis brosúra, hogy hogyan lehet ezt használni. Na ez, hogy mitől volt ez különleges? Hát amikor először belenéztem abba, ezt nem is lehetne így a filmen, olyan háromdimenziós hatása volt az egésznek, én nem tudom milyen trükköt használnak, hogyha ebbe ugye egy dia kockát beteszek, szerintem nem akartam elhinni, ahogy ott az, mintha ott lettem volna az a helyszínen. Hát a feleségem is, meg a kislányok, és hát teljesen el voltunk ájúva, hogy
Hát ez hihetetlen. Tehát egyszerűen sokkal jobban néztek ki azok a diák ezen nézve, mint ahogy ha digitalizáltuk volna. Pedig azt gondolnánk, hogy ez csak egy ilyen kis primitív dolog, de valójában hárman egy körbe tudjuk ülni, kicsit tudtuk forgatni, és úgy gyönyörködtünk a csodálatos színeibe. Hát ugye a diafilmeknek fantasztikus és csodálatos színei vannak, ez az egész diavilág a színekről szól, és óriás élmény, és mondom, ez a háromdimenziós, majdnem mint ez a térhatású, hát teljesen elbűvölt bennünket. Tehát csak azt akarom mondani, hogy aki még ilyet nem próbált, hát ez a csúcs, idáig ez volt. Tehát igazából ez egy olyan analóg érzetet ad, mert ebben tényleg semmi digitális nincs. Ott egy lámpa, jön a fény, és minden optikailag, tehát ez egy teljesen analóg nézés. Én úgy érzem, hogy ez teljesen meg is felel. Hát nem azt mondom, hogy olcsó, 40 euróval nem piskolta, milyen ára van, de hát most mit lehet csinálni? Ez a Kodaknak a dianézegetője. Jó, és akkor, mikor még ez nem jött meg, úgy voltam vele, hogy hát azért még egy ilyen retro eszközt is beszerzek, ez pedig a Reflecta, ezt a német eBay-en találtam, ez a Reflecta MB300, ezt 30 euróért szállítással együtt, ehhez van egy nagyon szép kis doboz is, tudtam megvásárolni, és ez is egy dianézegető, viszont ennek a trükkje az, hogy hát látszik a méretén is, hogy azért ez már egy komoly példány, hogy ez, de egy 15 centis, 15x15 centis képernyő van, amin tudjuk, és 4, majdnem 5-szörös nagyításba. Ez a Kodak, ez 3-szoros nagyítást tudott, ez a nézegető, ez pedig 15 centisel 15-es. Ez csak diát lehet vele nézni, itt bedobjuk a diát, és akkor itt lehet nézegetni, ezt mindjárt meg is fogom mutatni, ezt direkt utoljára hagytam. Ha valaki hozzájut egy ilyenhez, akkor elég cseles kinyitni azt a részt, ahol az áram kijön. Ugye ez a teteje, és itt van egy olyan rész, ahol le kell tolni ezt a kis sínt. És itt van. Ez csak árammal működik, 220 volttal. És mindjárt beüzemelem, és megnézzük, hogy hogy működik. Na, a konnektorba be is dugtam. A bekapcsolás egyszerűen úgy történik, hogy csak így felnyitjuk, és voilà, ahogy mondanák francia kollégáim, már be is indult. Mondjuk beteszek most egy diát, mondjuk, legyen az egyik unokám. Hopp! Pont fejjel lefele, mert fejjel lefele kell beledobni, és ugye így néz ki. Hát, nagyon tetszetős. Kétségtelen, nagyon jó néz ki, főleg, most lekapcsolom a villanyokat, ránagyítunk ezzel a, ezt mobiltelefonnal készítem most ezt a videót. Ugye így néz ki. Én teljesen meg vagyok vele elégedve, olyan, mint egy kis mini televízió, ugye 4,7-szeresére, valóban az ember egy kicsit közelebb hajol, akkor lehet látni a pöszmöszöket is a filmnek a felületén. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól, és hát ugye, hogyha akarjuk, akkor ezt még így be is tudjuk fényképezni. Hát sajnos ez ugye negatívot nem tud, de hát ezt mindenképpen már kényelmesebb körbenézni távolról, nem kell annyira közel hajolni. Viszont valahogy nem adja azt a háromdimenziós érzetet, mint az, amit az előbb mutattam, de kétségtelen ez is egy teljesen analóg érzés. Most kicserélem egy másik diára, fejjel lefele kell beledobni, édesanyám.
egy ilyen fa alatt a nyáron készült kép mai gyerek édesapámról. Ugye hát a diafilmnek a tipikus világa, ez a rendkívül, ez Velvia 50, ez egy Velvia 50-es sorozat volt, egy Canon, teljesen manuális fény, azt hiszem A1-es fényképezőgéppel készítettem, manuális fókuszálás, hát nem vagyok egy nagy szerelmes a manuális fókuszálásnak, de hát igazából ez volt az a filmkocka, amikor megkaptam a laborból ezt a kockát, és ránéztem ezekre a színekre, akkor döntöttem úgy, hogy ez az. Ezért szeretnék én is diafilmre fotózni. Annak idején én már fotóztam diára, még 6x7-es fényképezőgépem is volt, egy Mamiya, hát azok is csodálatos élmény volt, azokat a 6x7-es. Viszont ez a 6x7-es, ez egy nagyon macerás dolog. Ez a 35 mm-es világ, valahogy ez sokkal jobban kezelhető, jobban van támogatva, és végül is így ezzel a technológiával nagyon szépen lehet látni. Tehát akinek ezt mutattam, ezt a képet, mindenki azt mondta, hogy valóban fantasztikusak ezek a színek, és nem kell vele semmit vacakon. Én nem nagyon szeretek fotókat kidolgozni, ugyan én is okleveles fotográfus vagyok, elvégeztem OK és iskolát, ahol kellett retusálást is tanulnunk, még a vizsgamunkába is kellett prezentálni. Hát ha valamit rettenetesen utáltam, az a digitális fénykép kidolgozás. Ezt szerettem volna így röviden megmutatni ezzel a kis bemutatkozó videóval, hogy milyen módon fogom én föl, hogyan gondolkozom én az analóg fotografálásról diafilmre. 2020-ban, 20 évvel azután, vagy nem tudom én, mondjuk azért talán annyi nincs, mert 2005 táján még ez a diafilm korszak javába tarthatott, hiszen 2000, nekem is van egy digitális fényképezőgépem, direkt ilyen retrót vettem, az egy Konica Minolta, és az 2004-ben gyártották. Azóta a Konica Minoltának az első digitális fényképezőgépe, úgyhogy körülbelül az a korszak, ameddig tartott ez a dia, tehát mondjuk 16 évvel ezelőtt szűnt meg alapvetően ez a diafilm korszak. Tehát ha belegondolunk, nem is olyan régen.